Sziasztok srácok, Zomboly üdvözlök mindenkit, ahogy a háttérzenéből már hallatszik, ma nem HS-ezni fogunk, hanem most megint Underlordozunk egy kicsit. Egész rég nem játszottam a játékkal, és azóta jött néhány patch, úgyhogy kicsit az új metában fogunk szempróbálgatni, és próbálunk új hősökkel játszani, akikkel eddig nem, vagy nem nagyon. Na gyertek! Itt van előttem az update, de igazából ugye most meg lehetne nézni szerintem nagyjából a hotfixeket is, meg hogy így egész régóta a dolgokat, úgyhogy itt változott egy csomó minden, nem megyünk részletekbe, mert igazából teljesen mindegy, úgyhogy szerintem haladhatunk is tovább, és egyszerűen csak bemegyünk így játszani, ezt mondjuk beklémálnám. A cél az egyébként nagyjából az, hogy valami olyasmi buildet csináljunk, ami mondjuk a... mondjuk egy drán... és elfelejtettem kirakni, úgyhogy ezt elbuktuk. De hogy nyilván az új hősökből, illetve a most nagyon jó és erős hősökből akartam választani. És hát egy ilyen a Dragon Ranger, mondja. Korábban is jó volt, de most különösen jó. Szerintem ezt és ezt mondjuk a Rangerrel tudjuk is kombózni. Nem, mert különben minek vennénk ki. Wow. Csak nincs három aranyunk, az a baj. Tehát ezt így rögtön kivenni egy kettest, az elég szép lenne, nem? De én azt mondom, hogy rámegyek. És azt, hogy ki lehetne venni, csak hát... nem mintha egyébként különösen erős lenne, de a hármas lényt azért azt mindig akarjuk, nem? Gondolom én. Csak ki tudunk venni amúgy azért még egy varlokot. Ez nekem jobban tetszik, ezt minden alkalommal ki szoktam venni. Amúgy miért vagyok rossz helyen? Így. Most ezek közül, na jó, kitesszük a... kit akarok kivenni amúgy? Nem látok senki őt, akit ki szeretnék venni, úgyhogy kivesszük a másik Dragon Ranger-t, és nem őt tesszük be, hanem a Warlockot. Szeretnék rámenni a Dragon Ranger-re egyébként. Amúgy még a Sniper-it szerintem jobb lett volna a kis szinergiája miatt. De hogy alapvetően ugye a Lycan-t szeretnék, majd de az később ugye Dragon Knight-ot, Beastmaster Disruptort, a Pudge-ot, Terror Blade-et, meg ilyen hülyeségeket. Dupla Dragon Ranger, ezért csak csinált valamit. Ez szerintem jobb. Aztán majd meglátjuk. Én a Venomancer-t még mindig nagyon szeretem. És lehet, hogy be is teszem a másik helyet. Mert ugye a Warlock bónusz az így is úgy is megvan szerintem. De akarok Enchantress-t amúgy. A másért nem kivesszük azért, hogy mások ne vegyék ki. Haha. Micsoda taktika. Amúgy a Seeker, a Blood Seeker-t meg valószínűleg ki lehetne úgy jönni. De mintha most kapott volna az is nerfet, nem? Vagy valami balanszváltozást. Hát, hogy is mondjam? Ez kicsit így. Beszívtuk. És nem is kicsivel. Jó, mondjuk neki már kettes szintű volt a csodája, és így, hát a Terror Blade-et emlegettem ugye az előbb, mindenképp kivesszük, és a Beastmaster-t is. Terror Blade vagy Beastmaster? Hát, mivel állunk jobban, igazából... tök mindegy. Szerintem egyiknek sincs. Hát talán a Beastmaster lehet, hogy egy fokkal jobb lett volna. Wow, már kettes szintű betje van. Örülök neki.
Ezt valószínűleg fogjuk bukni. Amúgy Beastmaster itt lehet, hogy... Ja. Mert Beastmaster mondjuk biztos, hogy több HP-val bír, mint bármelyik, és... Ja, ez így szar. Hát ez így kimondottan szar. Ja, egyébként a Warlockot lehet, hogy el kell felejteni, amúgy ez egy rossz ötlet volt kivenni. Nem úgy. Úgyhogy... akkor Batridert? Nem tudom. Ez biztos. A Tinkert kiveszünk, a Tinker ez még mindig jó. Na, a Warlock helyett. És akkor ő kap egy ilyet. És még a Drain, és még neki is adunk. De az, hogy egyébként a Warlockokat eladom a francba. Ezért a Tinker az mégiscsak jó. Hogy főleg, hogyha nem elsőnek halnak, ugye. Az a baj, nem tudjuk mivel védeni. Kéne valami, mivel tankolunk. Mert így most neki a Lycan az eléggé hozza a dolgokat. Igen. Na hát eddig csak vereség. Csináljuk meg ezt. De, ó, bazd meg, mellé kattintás. Tehát, hogy nyilván azt akartam, hogy a 2-2-es legyen kint. Mert hogy a Venomancer is semmit nem csinál, amíg a képessége nem aktív, úgyhogy itt teljesen mindegy volt. Jó, tök mindegy, ez egyébként nem azon múlt. Mert ha még egyet le is szedett volna a Drown Ranger, akkor is kaptunk volna, tehát tök mindegy. De hogy így mellé kattintás is van, ez így nem vicces. Na hát a legszarabbul állunk, ez így azért eléggé jó. Egy Beastmaster biztos kiveszünk. És Shadowfendet én mindig kiveszem, ha látom. Na, tehát akkor megcsináljuk ugye ezt. És kéne nekünk egy szintlépés is. És akkor meg mehet a Shadowfend. Megvan a démon bónusz, meg hát. Ja, mert hogy a Terror Blade-del együtt ők nem jók. Hát... Engem. Mondjuk ez legalább szorosabb volt, mint az előbb. Nyilván. Ez így minden egyes alkalommal. És akkor nyilván egy Tinker is. Na. Akkor Tinker szerintem helyette. És kell lehet gondolkodni majd a Beastmasteren, hogy ezt... hogy nyilván abból veszünk ki másikat, hogyha látunk, de egyelőre nem. Crystal Maiden úgy gondolkodom. Hát én ezt kiveszem innen. Mert Crystal Maiden is jó amúgy. Wow. Neki már megvan a druid szinergiája, csodálatos. Így konkrétan az Enchantress, meg a... Wow, jó, hát így. Na. Csapj még egyet. Még egyet? Jó. Sok token lehozta nekik. Ja, hát én is szerettem volna venomizerezni, csak hát valaki kiveszegette előlem, ugye. Hiába jók az egységeim így. Sok szinergiám nincs egyelőre. Akarok Ranger szinergiát? Wide Ranger-t?
You won't regret this. Így utolsó pillanatban. Az Arcane Boost, ez szerintem jó. Vegyem ki a Trientet? Hát... Na így azért a Beastmaster sokkal jobb lesz. Az Abaddont egyébként ki lehetne venni, hogyha lenne annyi bármi, de... Két Abaddont meg semmiképpen nem tudok kivenni amúgy. Bár... I'm coming for you. Így lehet, hogy megéri, mert ez Abaddon jó. A Venomancer-ről még nem tettem le, de... Na fene! A társaságunk győzni is tud. Jó, a leggyengébb ellenfél ellen. Aki egyel kevesebb lénnyel volt kint, mint mi. Így legalább a loose streakünk elment, és nem kapunk extra aranyat. De mondjuk az előbb is nyertünk a loot roundban, tehát mindegy. Jó, egyébként ez szép társaság, hogy így gyakorlatilag mindenki disconnectet. Na, még egy Terror Blade. Shadow Fendet az előbb eladtam, most vegyem vissza, nem veszem vissza, mert Terror Blade-re akarok menni. Egyébként ezt lehet, hogy jobb lenne valami erősebb lényre adni, mert hogyha nyilván túl korán lemegy ez a képesség, akkor a fene se tudja. Belecsirkézve ott valaki nagyon. Szegény Ranger. Wow. Azért az Axe mióta kettes lett, elég jó tankolja a dolgokat. Terror Blade-ből kéne még egy. Hát és Victoria Royale, ugye. Akarok még egy Ranger? Let's get to work. És akkor még egy Axe-ot szerintem. Ő vagy az Abaddon? Hát akkor próbáljuk meg ki az Abaddont helyette. Van némi Heartless szinergiánk, azért ez nem biztos, hogy rossz. Tokenekkel mi a francot kezdünk, mondjuk. A két ranger azért az csinálja a dolgokat, ez jó. Crystal Maiden-t egyébként letél kell adni, mert így nem találok hozzá másikat. Egyesként meg így nem biztos, hogy jó. Aztán majd meglátjuk. És így konkrétan harmadik helyre becsúsztunk, hoho, egy jó Venomancer. És kiveszünk még egy Beastmastert, mert az biztos. Így viszont valószínűleg a Venomanciás megy ki az Abaddon helyett. Vagy egyébként tudunk szintet lépni? Nem tudunk, mert nem tápoltam eléggé. Következő körben. Én azt mondom, hogy ez kimegy. Mert így most egy kis más szinergiám van, de most ez van. És a 7-es szinten van. Valószínűleg kikaptunk amúgy tőle. Bár nem biztos, majd meglátjuk, de túl jó az a csapat amúgy. Wow. Egyelőre ez így jónak ígérkezik. Wow.
az, hogy nem tudnak közel jönni, az úgy, wow, az úgy elég jó. Tehát, hogy távolról adagolják nekünk a... Ja, tehát az ellenfél harcába a dolgokat a srácok, az úgy egész jók vagyunk, jó? Dog and Pony Show, hát csodálatos lesz. Akarok-e Wardens? Nem, de viszont még egy Ranger biztos, hogy akarok. Csak mi helyett? Hát a Kristen helyett. Biztos. Na és akkor így viszont abadonozhatunk. Vagy mi az abadona jobb, vagy nem akarok még egy Rangert amúgy. Hát abadon. Illetve hülye vagyok. Mindegy. Valójában mindegy. Ezek ellen reméljük. Ha. Na ez így eddig kiváló. Jó. Remélem most azért egy harmadik helyre a végén be fogunk férni. Attack damage. Human units count as heartless. Ugye elvileg az Axe human, nem? Szerintem. Jó. Chaos Knight az Abaddonnal van, de egyébként még egy Axe-et biztos, hogy kiveszek. És még egy Beastmaster ki kéne venni, csak mi helyett. Hát ez így nehéz. Basszus. Ezt mindjárt meglátjuk még. Mennyi esélyem van egyébként három, de tényleg, mennyire Beastmastert akarok tolni? Eléggé a Beastmastert akarom tolni. Nézzük, mit kapunk. Na, ez volt a cél. A dupla Axe az szerintem elég jó. De nem pörgetek most bele, mert szerintem így megvagyunk. Hát, jó egyet. Váh. Azaz. És a Beastmaster volt az, aki így a kb. Legértékesebb, és a két Axe kb. Semmit nem csinált. Jó, mert mondjuk őket korán leszették. Amúgy ezt valahogy így kellene. A Luna csak velük mutat szinergiát, ezért a Lunát én nem akarom. Ej. Még egy Queen of Paint lehet, hogy ki lehetne venni, csak az a gond, hogy... nem tudom. Ejj, a druidok ellen. A lone druidot kéne egyébként kinyírni minden előtt, csak hát... de esélyünk nincs, tehát itt a druidok lerohantak minket a fene. És hát nyilván a druidok itt az a specialitása. Azért lone druid 3-as, és hogy a medvéje is 3-as, ez így... kicsit megpecsételte a dolgokat, csak nem tudom, hogy ezek ellen hogy lehet nyerni. Hát mondjuk egy Lycan-nel, hogyha azt megfelelő szintre fel tudjuk húzni. Következő Tinker. Amúgy a Blade-ekről lehet, hogy leteszek. Jó.
Meg lehet, hogy az Abaddonról is más irányba akarok fejleszteni. Amúgy rengeteg aranyom van, miért nem szintezek? És az Abaddon egyből ott van a harmadik, tehát hogy jó, de nyilván az egyik olyan, amit én visszataptam. Jó, Doomot kivesszük. A Doomot önmagában szeretem. Még egy Axe. Az nyilván. Keeper of the Light jó. És kell még egy győzelem. Valahogy így megpróbáljuk. A macik ellen. Na. Az a baj, hogy a tápos unitjainkat így konkrétan bedarált a legelején. Hát igen. Ja, hát mondjuk ahogy nézem, mindenki kikapott tőlük. Jó medúza. De egyébként érdekes, hogy most megint bejöttek azok, amiket ugye eldobáltam. Wow. Hát, viszont akkor én lehet, hogy itt szeretnék másik Axe-ot inkább. Erre ki tudja, mennyi esélyem lesz. Meg lehet, hogy jön a másik Beastmastert is. Mert mondjuk a 3-as Axe-szal lehet, hogy fel tudnám venni velük a versenyt. Meg hogyha a Tinkerből is összeinne még egy, ez lehet, hogy csinálna valamit. És nem az a baj, hogy megöljük a medvét, de semmit nem ér ma a Lone Druid, az még ugyanúgy ott van, meg a Venomizer is, és a tokenek lehozzák. Jó. Ja. Ja, ez most így szar. Na, még egy Tinker. Akarok-e még egy Tinkert amúgy? Az egyik Beastmaster helyett lehet, hogy beteszem. Igen, és nézzük a Free mit ad. Phantom Assassin, az tök jó amúgy, és el is fér. Csak semmivel nem tudok mit csinálni vele. Ne. Na jó, még egy Reroll. Semmit nem ért. Jó, így a dupla Tinker az szerintem egész jó. Kár, hogy kevés a szinergiám, amiben van. Hát itt szerintem megszívjuk. Ó, és egyelőre... Na, akkor végén még lehet, hogy nem. Így nagyon, nagyon gyatrának tűnt így a középjáték, de hogy... A végére a Batrider csak ott hagyta a fogát. Ez jó. Jó, tehát a druidos csávót nem tudjuk elvenni, de ezt a Yozedát igen. Ha szerencsénk van, akkor még egy második hely az összejöhet. Mármint így a játék végére. Aztán majd meglátjuk. Ej. Szintezünk egyet. Nem akarok rerollolni, mert így konkrétan nem marad aranyom. Most egyébként rá lehetne menni a rangeres történetre, meg a sniperre, és egyébként is tudna sok mindent erősíteni, de hogy nem tudom. Jó, egy snipert kiveszünk. Egy csomó sniper volt egyébként, amit elszalasztottam eddig, de most megtetszett az, hogy így négy unitommal is mutatna szinergiát. Hát a Bloodseeker, meg hát így igazán, wow. És nem tankolt eleget ahhoz, hogy az neki jó legyen. Jó. Na.
kettő a kettő ellen. Na, erre nem számítottam. Jó. Kellene még egy axe. Még egy axe kéne, és akkor én így eléggé jól állnék, és akkor kitenném a másik Beastmastert is. Na, egy axe-ot létszi. Nem, de még egy Beastmasterem van. Akkor még egy Sniper-t előbb kivettem, nem? Ja. De akkor már egyébként inkább a Drown Ranger-t fogom tolni. De nincs Beastmaster. Sem Axe. Hihetetlen. A sárkány mindig beugrik és mindig csak úgy meghal. Ez most azért így eléggé csisszes lesz. Jó, de ez innét akkor megvan szerintem. Ja. Dupla Tinker. A dupla Tinker lehozza. Jó. Egy axe-ot adjon valaki. Léci. Sosincs. Sosincs axe. Na végre. Végre valami szépség. Nem relollogunk. Nem baj, így is ez tökéletes szerintem. Hát szerintem itt azért ezt ki fogjuk szívni. Elég erősen. Mert általában ezek elég hamar meg szoktak ölni a nem tankos lényeket. És konkrétan két Tinker meg is pusztult. Az Enchantress is. Az Axe még bírja, de... Meg a két Axe, meg a Beastmaster, de így ezek a forgószélek kicsinálják, és az Axe egyedül meg nem fog tudni mit kezdeni a két madárral. Illetve a Beastmaster. Igen. Ja, és ez kevés. Ez elég erősen próbálkoztunk, de nem. Jó, nem baj. Na, szeretnék Axe-ot. És kire adjuk ezt? A Beastmasterem már van, akkor adjuk a másik Axe-ra. Nem, kérek még egy Axe-ot, léci. És az előbb nem vettem ki a Snipert, amikor ki akartam. Nincs Axe, viszont még egy Tinker van. Tehát van esély arra, hogy legyen egy hármas Tinkerem. Nem sok, de van. Ajjaj, hármas Bloodseeker, de egyébként őt az előbb is így gyorsan megettük. Így elég gyorsan lefogyott a HP-ja. Ja. Jó, hát ha ez nagy győzelem, akkor ő ki tud esni. Hát és akkor a druidos srác ellen fogunk valószínűleg játszani. Egész addig, amíg így meg nem murdálunk. És nem adja be, nem hiszem el. De hogy... De miért nem kaphatok még egy axe-ot? Hát babadő. They look like they mean business. Hát akkor a srácot most valószínűleg kiütjük. Aztán majd meglátjuk, de lehet, hogy... De miért változtatottam ugye a csapatán? Tehát ugye a hármas Bloodseekernél
jobb, amit most csinálta, ezért nem hiszem. Szerintem egyáltalán nem jobb. Na jó, hát és akkor innét jön az unalmas játék, az, hogy a... kikapunk a druidtól folyamatosan. Konkrétan ez fog következni egész addig, amíg el nem fogja az összes HP-nk, ami szerintem kb. 4 meccs. Jó, de legalább második hely, tehát hogy ezzel én ki vagyok békülve. Hadd kapjak már még egy Axolt főnök, léci. Most a Pudge-ot kivehetném, de semmi értelme. Na végre. Na és akkor egy ilyen csoda. Így, és kicsit beljebb tesszük, csak a... hát valahogy így. Hát igen. Tök más stratégia, de az övé az úgy tűnik, hogy működik. Hát a druid és a tokenes stratégiák, ugye. Igen. Na és akkor ez most így lesz egész addig, amíg... Hát még vagy... ha így alakul, akkor még pont 3 körig. Na, snipert lehet, hogy beteszem inkább helyette. Na, úgy még egy timber shot kivehetünk. Egyik sem, és akkor ezt még rátenném az Enchantress-re. Ami az Enchantress lehet, hogy háttérben úgy jobb lenne. Nem tudom. This is our moment. Hát igen, ellenem is sosem nyertünk, és nem most fog megtörténni szerintem. Na egyébként ezért szeretem a druid szinergiákat, hogy a srác is összerakott. Azért a sniper nagyon sokat csinált most. Te jó ég! Te jó ég! És így mi történik? Tehát, hogy... első győzelem? Változott egy kicsit a stratégia. Elvettük a srácnak a win streakjét egyébként. Vegyünk ki már még egy snipert. Akkor már... szintezzünk egyet. Nem, mintha egyébként tudnánk értelmes dolgot kirakni, de ki tudja. Amúgy ő mit gyűjt? Aha, van még egy Enchantress-e, meg még egy Lycan-je. Enchantress-eket gyűjt. Meg Saladar-okat. Jó így a végére megnézni, hogy az ellenfelek mit gyűjtenek. Még amikor egy van, akkor azért egyszerű. Ja, ezek ellen egyébként mindig ki szoktam kapni, tehát hogy a világ összes tankja nem elég ellenük. Tehát, hogy... ja, ez ilyen. Pedig ez jó lett volna behúzni, és akkor kaptunk volna valami izgalmasat. Kicsit módosítunk a dolgokon. Ej, és ő nyert. A healinget szerintem. A Warden jó nekem, egyébként szerintem nem. Egy sincs, amit szeretnék innet. Talán a Doom. I will tear the heavens asunder. Úgyis valahol ott lesz a harc, úgyhogy... egy és elsőnek meghalt, igen. Akkor beljebb kell húzni majd. Az a baj, hogy ahogy kinyírják a tankot onnét, már nem jó ez a játék szerintem. Aztán meglátjuk. Ó, és de!
Oké, oké. Jó, ez biztos, hogy ezt vissza kell húzni. Na hát akkor van még egy Timber Song. Saladart kivesszük azért, mert ő azokat gyűjti. Meg lehet, hogy kiveszik a Batridert. Ki tudja, még lehet, hogy a végén jó lesz. Most ha szinteztem volna, az nem csinál semmit úgysem. Inkább keserítsük az életét egy kicsit. Doomot egyébként meg lehet, hogy eladom. Na hát most nem nyerünk. Most másik, most a Lone Druidra került a 3-as, és nem a... nem arra, mire az előbb. Ja, és így, és ez így megmúrálás. De mit változtatott, basszus, hogy eddig az elmúlt kettőt meg tudtuk nyerni, ezt meg most nem? Semmi, csak randomra alakultak a druid buffjai, és az előbb jó volt, most meg nem. Még egy Wide Ranger. Nem, de Timber Show-t kiveszem. Mindegy. Lehet, hogy ez így nem volt rossz amúgy. Szóval őt még ki kéne rakni, csak nem tudom, hogy minek a helyére. Mert a két Tinker úgy tűnik, hogy jó. És a Sniper is behozta azt, amit vártam tőle körülbelül. Azt hittem, hogy az előbb a pozícionális rontottam el, de nem. Ha a Lone Druid kapja meg fixen a buffját, akkor nem tudunk nyerni. Hát akkor ez innét. Ja, mert hogyha az Enchantress, akkor ő nem csinál tokeneket. De ha a másik... hát nem tudom. Nem tudom igazából, mit akarok innét kivenni. Igen, miért van? Ja, hogy az őt nézem. Egy olyan sincs, amit szeretnék. Utolsó pillanatban bedobott lény. És le vagyunk rohanva, úgyhogy ez innen vége. Túl szép lett volna, hogy igaz legyen, hogy meg tudjuk fordítani a játéknak a menetét. Így, ugye 6 győzelem vagy 6 vereség után sikerült is, de... hát na most itt vége és másodikak lettünk. Nem baj. Majdnem, de nem. Csodálatos. Megint a helyet, miért nem kértem másikat? Na menjünk még egyet. Csak így, kazuálisan. Szokásos. Axe. Minden egyes esetben szerintem. Amúgy izgalmas lett volna azt a Shadow Shaman-t kivenni, így rögtön 3-at. Ilyet sem fogunk látni többet. De hogy egyébként megint valószínű Thinkmastert akarok kivenni, meg Disruptort, meg Pudge-ot. Hát volt, ki kapott. Bot Fred.
Legalább akkor az első győzelem. Jó, azt mondom, hogy én Batrider és a Saradar. De amúgy a... hát a puhost akarom inkább. Ugye egyedüli ez a... mondjuk ezzel meg lehet, hogy ő a jobb. Ja, az így lehet, hogy többet lehet. Hát igen. Ő kivette a három sámánt, én nem. Jó. És próbálunk ilyen warrior hadsereget építeni, vagy valami hasonlót. Kiveszem a legjobbakat. Konkrétan most ez a terv. Azt mondom, hogy meglátjuk, merre tudunk menni, de a mehek felé azért én szívesen orientálódnék. Jó kis savage-es csapattal. Ugye Brownival csak egyen van, de nem is biztos, hogy akarok többet. Majd meglátjuk, de hogy egy nagy axot azért nyilván felépítenék. Mert a Tiny az meg fog murdálni. Reméljük. De mondjuk, ha így haladunk, akkor nem. Wow, mi volt ezt valószínűleg kiettük. Konkrétan a Tiny feltankolta a világ összes sebét. Jó csinálta. Ja, az, hogy a Venomancerem 2-es az mondjuk ja, hogy ő 5 unitja volt. Igen. Axe és Beastmaster. Hát... na jó, inkább egyébként azt kellett volna. Nem tudom. Mindegy. Kellett volna egyébként a szintezés, de mindegy. Nem ezen fog múlni, reméljük. Ja, hogy egyébként ő is azokat veszi ki, amiket én. Hát így akkor már értem, hogy miért nem kapom meg a cuccokat. Jó. Ez még meg lehet. Na. Jó, hát meg is van. Jó, egyébként láttátok, közösebb a Batriderről kicsit letettem, mert... hát Levinek 3-as win streak-je van, csodálatos. Remélem most azért követjük a... aha... Saradar. Hát szintezünk. És... betesszük őt. Kinek valami nagyobb szinergiája? Na, mondjuk inkább akkor már Lycan, nem? Nincs Bloodseekerem, nincs értelme kivenni másokat, és nem akartam most rollolni. Ez a matek nyelvén ez az ő győzelmét hozná, aztán majd meglátjuk, de a Lycan elég jó. Jó. Hát még élnek a tokenek, de minek? Jó, és akkor majd. Na hát, és úgy tűnik, hogy kellett a Lycan ez a győzelemhez. Na, Axe kéne. Kérek Axe-ot. Haha, na ezért veszegettük ki a srácot. És hát nyilván még egy Venomancer kell. Roll. Akkor viszont így. Vagy
Inkább még egy tank. Valahogy így. Beastmaster is egy érdekes dolog lett volna. Nem akarnak jönni, hogy egyébként a mechek. Mert úgy tűnik, hogy egyébként a Ranger taktikát azt itt más is használja. Ezért nem kapok egyébként a Rangereket valószínű, de így kikaptunk. Tehát ugye a Drown Ranger ilyen... Nem kaptunk ki. Wow. Wow. Pedig a Drown Ranger nagyon sokat sebzett szerintem. Tehát hogy így... És nem, csak úgy tűnt. Ilyet az Axot a spinatokat bedaráltuk, de ő is az enyémet tesz, hogy... Még egy Beastmaster, ez biztos. Nem rollolok. Nem rollolok. Úgy se kapok ma azt, amit akarok igazából. Na jó, de... Hát, és valóban nem kaptam. Viszont lehet, hogy a Ranger-t egyébként kiveszem az egyiket. Így. Ha kettőt ki lehet venni, akkor kettőt azért kiveszek. Úgy tűnik, hogy a mehes dolgaim úgy sem fognak menni, úgyhogy ezt így... Lehet, hogy őt is eladom. Mert nyilván a Tinkert szerettem volna megint megépíteni az előbb, de hogy... A játék első részében nem kaptam elég Tinkert ahhoz, hogy jó legyen, pedig láttuk az előbb, hogy jó volt. Jó, ugye most Warriorokat csinálunk főleg, meg... Ugye itt lovagokat is, de... Akarok még egy Axot főnök. Kunkát szeretjük általában ugye a hajója miatt. Kipróbálunk egy kört Kunkával. Azért mégiscsak ott a Warrior, és hát még nem 6, csak 5. Mert még bármi lehet. Na. Itt az aktuális druid játékosunk. Vele biztos, hogy lesz majd baj a játék további szakaszában. Hát, és megjött. Megjött a hajó. Még sokat nem számított, de... De azért elég jó lesz. Na. És az Enchantress lehozza egyedül. Wow! Az én Venomancerem... Nem. Pedig már elkezdtem örülni, hogy Venomancerem lehozta, de... Picsába. Nem is értettem, hogy miért. Na, szeretnék még egy Venomancer, de nagyon gyorsan. Hát akkor még egy Kunkát, azt valószínű. De mi helyett? Crystal Maiden jó, a Razor is jó, a Chaos Knight is jó. I don't miss. Jó, már nem férd be. Viszont akkor... Mindegy. Átváltunk egy kicsit távolabbi stratégiára. Csak egyébként a Kunkát még nem venném ki jó, hogy... szívesen, mert hogy... Mégiscsak egy kvázi AOE. Csak alapvetően meg így, nem tudom. Hát a lovak szinergiája az lehozta itt a dolgokat. És nem is picit kaptunk ki, hanem így elég durván. Mondjuk nem szintes, de szerintem ő sem volt. Nem, ő is 6-os szinten volt. Kinax, kellenek még kettes egységek, mert az, hogy kivesszük a puhost. Nem akarom kivenni a puhost. Nem jó, bazd meg, és visszakaptam a Tinkert. Na, még egyet. Jó, mondjuk a Drown Ranger-t az ki... Igen, szóval, hogy a puhos mellé lehetett volna még egy, de... És azért csak megcsináljuk ezt. És nem raktam ki a Drown Ranger-t? Na, Isten.
És a kunka még mielőtt így megmurdálna, azért csak betűlte a hajót. És megint ki fogunk kapni. Ah, csak meghalt van a monster, ez jó. Csak a tokenek nem fogják lehozni, mert az Enchantress az egyedül megcsinálja. Jó. Hát meg a sámán. Nem jönnek ki úgy a dolgok most, hogy szeretném, basszus. És már losing streak-en van. Kivettem volna az előbb a pádzsot, most lehetne egy kettes pádzsom. Na végre. Biztos, hogy ő amúgy a legjobb. Nem akarok Clockwork-et. Nem akarok Trient Protector-t. Mondjuk egy Trient-et akár akarhatok. Most kezdjek el egyébként izélet druidozni, nyilván nem fogok amúgy. Viszont azt a Drown Ranger-t ki kéne venni. Tidehunter egyébként jó lenne a skill deckhez. Ezt mondjuk lehet, hogy ki kéne osztani, nem? Másik Slardar kéne, csak... De eladtam a... Nem adtam el, itt van. Nem adtam el. Csak nem tudom, basszus. Nem tudom, miért azt adtam el egyébként. Simán jobb lehet, hogy jobb lett volna a kunkát eladni. De mondjuk a kunkából meg a kettőn van, az... Vagy hát van egy kettesem, az mégis csak többet csinál. Meg ugye, de... És mihez van nagyobb esélyem arra, hogy lesz még egy kunkám? Vagy hogy a Drown Rangerhez abból ki kell venni még kettőt, hogy ez jó legyen, úgyhogy valószínűleg ez azért volt jobb. Wow, és nem kellett volna az előbb eladnom. De most a sima pádzs ment ki az előbb. Nem értem, mi történt. Pádzs vagy a Beastmaster? Ott az igazi venomanciás. Abaddon vagy a Terror Blade? Az Abaddon. És a dupla venomancer. Jobb, mint a kunka? Hát nem hiszem. Ajaj, na hát a druidok azok élnek és virulnak, úgy tűnik. Na, Healing Wardot csak kicsapták, és akkor innét végünk is lesz. Az ott így, mi ez? Hát, hogy itt így mi történik? A földre szállt puhos. Jó, mindegy, ez... Elég szarul állunk, ami ezt illeti. Kaptam kamatot, zseniális. A Luna jó, Luna elég jó, de Abaddont akarok. A Keeper of the Night is jó amúgy. Akkor tegyünk már ki egy Abaddont. És akkor egy Snipert meg kiveszünk. De mi a Juggernaut is elég jó lenne, én bírom nagyon. Lehet, hogy a Juggernaut-tal egyébként többre menjek. És fennhagyták a Wardot. Egyelőre jó, nem mintha csinálna bármit.
Wow. Hát a Wide Ranger az itt így, meg... Meg így minden, hozott le mindent fenébe. Nem lehet olyan, hogy egyébként kapok... Nem tudom én... Még három Venomancert, na végre! Beastmaster is, Kunkka is, Axe is. Jó, hát hirtelen egy elég nagy update sikerült. Lycan. És egyébként a Sand King is elég jó, meg a Queen of Pain is. Sand Kingnek azért, jó. Ja, a Pudge-al kéne egyébként valamit kezdeni, mert ő a leggyengébb látszám. Egyébként miért nem tettem ki a Pudge-ot? A Pudge helyére a Beastmastert? Ezt csak így magamnak kérdezem. Na most a Kunkka hajója hiába jött amúgy kicsit, vagy mert nagyon. Ja, ez bukó. Jó, de hát nem vett művezet. És hiába van egy egységgel több, ami semmit nem érek vele. Jó, hát kimegy a Pudge helyére a Beastmaster, biztos, hogy jobb. De teljesen egyértelmű, hogy jobb. A kérdés az az, hogy a helyette a másik Venomancer kimenete. Szabadon csinál dolgokat, nem megy ki helyette senki. Viszont a Lycan lehet, hogy kimenet helyette. És akkor így azért már mindjárt más a dolog. A Trient Protector? Vagy a Wide Ranger? Wide Ranger-t hamarabb fogok kapni szerintem amúgy. I'll protect the team. Ja. De most így azért kicsit fejlődtünk. Hát így szinte dupla lett az összes. Így azért ez az AOE Kunkkával az egész jó. Jó. És hiába volt egy egységgel többje, így semmit nem ért. Jó, valószínűleg egyébként a Pudge-ot eladhatom. Ő így jó beférne a csapatba, de hogy... Hát nem tudom. Az így szerintem most így egész jó. A... Egy szinten. A negyedik helyért folytatott küzdelemben. Még egy Beastmastert szerintem akarok. Még egy Venomancert is akarok. Akkor egy Enchantress-t. Savage-nek Savage, de hogy... Csak azért, hogy elvegyem előle. Hát csak azért egyébként nem jó. Hát hagyjuk. Szintezünk egyet? Nem szintezünk. Semmit nem ér, úgy sem. Érdekes, a srácok az utolsó helyen van, hogy nekem a 8 egységem van. És így minden aranyát arra fordította, hogy szintezzem. Tegyük már rá. Wow, és eladtam a Juggernautot, és egyből bead kettőt. Akkor egy Drain Ranger-t. Hát Wind Ranger helyett nyilván. I assume you want me to lead the team, right? És ott a másik lehetőség. Ezt kiveszem mindjárt. És most már megvártam, hogy elkezdődjön a meccs. És ott van még egy szerradár. Akkor viszont az Axe-ot eladjuk. Ez egy Drain Ranger, még egy Drain Ranger, és akkor a szerradár. Azért a Fred-től nagyon csúnyán kikaptunk. Jó, hát druidok. Hát igen. Ezért szeretjük a druidokat amúgy. És konkrétan utolsó hely. Mármint, hogy nyilván ötödik, de hogy... Ötte függetlenül.
Zabadon akot eladni. Shadowfendet imádom, ugye. Még egy like-em mehetne amúgy. Csak mi helyett? Beastmaster helyett amúgy a másik like-en kiveszem. Hát igen, itt van nincsen gyenge ellenfelek. Szívunk mindenki ellen. Mint a gyenge ellenfelek mi vagyunk. Kiszedetvezett csapatunkkal. Ja, hát még egy ilyen és vége a játéknak. Ja, de nincs is kint egyébként már egyes egységem. Jaxot még kiveszünk, semmit nem fog csinálni. Ja. Hát ha a köfkört még túléljük, akkor így még lehet valami. Jön neki a lovagos szinergiája, az elég jó. Kunka, hol a hajód? Csak majd Kunka nem jó, ugye. Á, tokenek nem hoznak le ennyit. Vagy, nem már. Jó, hát tetszene a dolog, de nem lesz meg. Ja. Még egy 10-es. Ó, csak 6, jó. Szintezés. Hát és még egyet nem tudunk összehozni, ha csak nem adom el a, nem tudom, a másik Lycan-t, vagy a Shadowfend-et. Adjuk el a Shadowfend-et. És hiába. Hát, vagy meglátjuk mennyire hiába, de hogy a rangerek azért most betették magukat, de semmit nem érünk, basszus. Az ő ranger csapat egy kicsit erősebb ezekkel a sárkányokkal. Hát igen. Hát a második hely után egy kellemetlen ötödik helyünk lesz. Kunkát itt kivehetünk nyilván. Teljesen minden. Valahogy így. Jó, sokat ért a hajó. Na viszont az egyik madár legalább meg fog mordálni. Wow, a végén még elhozzuk ezt, srácok. Jó. Az a baj, hogy a attack damage. Szóval a healingen gondolkodom, hogy ezt hova kéne pozícionálni, amúgy lehet, hogy hülyeség volt, ezt így ebben a formában kivenni. Valahogy is ott vannak az abadonok.
Még egy Lycan. Akarok-e még egy Lycant amúgy, de mihenek a helyére? Itt szerintem amúgy nem. Ezek úgyis előre mennek, ugye? Próbáljuk meg ki egy előrébb, hát ha nem szedik le egyből. Hát de... Közel egyből leszették. Ez elég véres, és szerintem ennek itt is a vége. De jó ég, mekkora zakót kaptunk. Nagyobbat, mint a magyar válogatott a szlovákok ellen. Hát igen. Az ötödik hely. Na jó van. Srácok, hát akkor megint az történt, ami korábban is, hogy játszottunk, volt egy második hely, az elsőre még megint nem sikerült beérni, de hát ez most már csak ilyen, úgyhogy ma is volt egy kis Underlordzozás, örülök, hogy itt voltatok, és majd holnap, ha minden igaz. Na szevasztok!